Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Mai témánk a klímavédelem, vendégem pedig Lukácsi József közíró. Tisztelettel köszöntelek. Én is köszöntöm a kedves nézőket, és köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, illetve kedves Oska, engedj meg, hogy egy rövid felsorolást mondjak, hiszen a klímavédelemről szóló törvényt 2020-ban fogadta el az országgyűlés az Unió által is elfogadott hazai célok és teendők tudomásul vételével. És a célkitűzésekről kell, hogy beszéljünk, hiszen először is, hogy Magyarország az üvegházhatású gázok kibocsátását legalább 40%-kal csökkenti 2030-ig. 2030-at követően egyébként a végső energiafelhasználás a kizárólag energiaforrásból, tehát karbonsemleges energiaforrásból biztosítja, vállaltuk mi. A bruttó végső energiafogyasztásban legalább 21%-os megújuló energiaforrás részarányt ér el, szintén 2030-ra, a teljes klímasemlegességet pedig 2050-ben kell, hogy elérjük. És ehhez kellenek eszközök, célok, mert hogy ezek a célok ugye törvény, illetve törvény rögzíti. No, de hát hol tartunk most? Hát ezeket az előbb elhangzott felsorolásokat, miután Magyarország a többi tagállamhoz képest elkészítette a saját energia- és klímavédelmi programját, ezeket a felsorolásokat be is tartotta időarányosan is, és az előírt kvóták szempontjából is. Az igaz, hogy az utóbbi időben egy nagyobb ipari termelés következtében a szén-dioxid mennyisége az elmúlt időszakban az ország légkörében növekedett. De mindezt, amit itt felsorolásra került, először is ezek a 40%-kal szóztán idővel egy másik európai bizottság és európai parlament által megjelentetett határozatban egy kicsit módosult, növekedett, illetve egy nagyon fontos esemény volt, ami az egész történetet keretbe foglalja, hogy 2021 november 21-e és december 12-e között Göteborgban tartották meg az ENSZ éghajlatváltozási keret egyezményének a szervezésében a klímavédelmi világkonferenciát. Ezen a konferencián nem csak kutatók, tudósok vesznek részt, akik értelemszerűen az éghajlatváltozásra és környezetvédelemmel foglalkoznak, hanem kormánytényezők, politikusok és zöld aktivisták is. Tehát a világkonferencia után megjelent immár hatodik, több mint 4000 oldalas klímaértékelő jelentés, az egy politikai, illetve politikai nyilatkozatokkal megtűzdelt tudományos tényeket is figyelembe vevő fogalmazvány. És mi a lényeg ennek, mi volt a lényeg ennek a konferenciának? Az, hogy amennyiben az egész bolygónk légkörét figyelembe véve a hőmérséklet növekedés, illetve a szén-dioxid mennyiségének, ami a szén-dioxid mennyiségének következtében lép fel, az meghaladja a másfél, tehát az 1,5%-os Celsius fokot, akkor annak jelentős az életünket és a mindennapi tevékenységünket negatívan befolyásoló veszélyeket rejtő klímaváltozásokhoz vezet, úgy, mint a tengerek és óceánok szintjének veszélyes megnövekedése, a szárazság, ugyanakkor árvizek és erdőtüzek, és a lényeg az, hogy mind ezt a kizárólag a szén-dioxid kibocsátásnak, tehát a szén-dioxid emissziónak tulajdonítják. Na most mi az, amit tudunk pontosan? Amit tudunk pontosan azt, hogy valóban a szén-dioxid mennyisége a légkörben növekedőben van. Tudjuk azt, hogy ennek következtében is
a légkör hőmérséklete az szintén folyamatosan lassan növekszik. Tudjuk azt, hogy a széndioxid egy üvegházhatású gáz, és a kibocsátás az emberi tevékenység következménye, tehát itt egy antropogén folyamatról van szó. Az, ami nem biztos, hogy ez egyértelműen csak a széndioxidnak köszönhető-e, a széndioxid emissziónak köszönhető-e, hiszen vannak olyan nagyon neves tudományos kutatók, akik ezt a kizárólagosságot vitatják, és más tényezőknek is szerepet adnak. Nos, hát a globális felmelegedés tetten érhető. Elég, ha csak annyit mondunk, hogy itt Magyarországon, tehát most ne menjünk ki a világba, itt Magyarországon, a mezőföldön az eddigi csapadék átlaghoz mérten 4, azaz 4% csapadék esett. Most, amikor beszélgetünk, esik az eső, de hát ez is nagyon-nagyon kevés. És nem véletlen, hogy ez külföldön is tapasztalható, hiszen ez a globális felmelegedés része, ami minket is érint. Nem véletlen, hogy mátrányi jéghegyek bomlanak, lesznek semmivé az Antarktiszon is. És nyilván ezt kell bizonyos értelemben megakadályozni. Viszont a kérdés, hogy elég szigorúak-e azok a jogszabályok, amelyek a széndioxid kibocsátást megtiltják, illetve segítenek azon, hogy rövid időn belül folyamatosan mindenki ezen dolgozzon? Hát a széndioxid kibocsátásának csökkentési kvótái, ahogy meg szokták fogalmazni, növekedtek, és ezzel kapcsolatosan az Európai Uniónak, Európai Bizottságnak vannak nem olyan régen meghozott határozatai, hiszen a 40%-os kibocsátási kvótát azt körülbelül olyan másfél-két éve határozták meg. Ennek a 40%-nak a függvényében határoztak meg a tagállamok ezeket a kibocsátási és energia programjaikat. Ezeket elemezték, el is fogadták, majd az Európai Bizottság és az Európai Parlament egy szigorúbb határozatot hozott nyilvánosságra, hogy nem 40, hanem 2035-ig 55%-kal kell a kibocsátást, a széndioxid kibocsátást csökkenteni, illetve van egy ilyen határozat, hogy 2050-ig a nettó széndioxid kibocsátást azt a nullára kell csökkenteni. Most van, akik szerint ez elérhető, van, akik szerint ez nem. Minden esetre ez a javaslat, amit az Európai Unió evel kapcsolatosan a Fit for 55 címet viselő ajánlatában meghatározott, ezek szigorú, fontos követelményeket írnak elő. Ezek közül a legfontosabb az, hogy minden évben a széndioxid kibocsátási kvótát azt növeljék. A másik az, hogy a megújuló alternatív energiaforrások használatát is növeljék, ami azt jelenti, hogy növekednie kell a szélerőművek számának, illetve a napelemek kiterjesztésének. Ugyanakkor ugye a széndioxid csökkentési kvótákkal kapcsolatosan egy új pénzügyi rendszert vezettek be. Régebben az államok adhatták, vásárolhatták meg egymástól a kibocsátott kvótákat. Ma már ezt az adófizetőkre akarják terhelni, adók, úgynevezett zöld adók formájában, amit Németországban be is vezettek. Éppen az elkövetkezendő hónapokban szüneteltetik tekintettel az energiaárak és az élelmiszerárak megnövekedésére, vagy megnövekedése miatt. Ugyanakkor előírják azt is, hogy ezeket a kvótákat vezessék be az építkezésekre és a szállításra is, és 2035-ig meg kell szüntetni a benzinnel és dízellel működő belső égési autóknak a gyártását,
és úgy 2035-ig pedig a 2021-es állapotokhoz képest 55%-kal kell csökkenteni a közlekedésben lévő benzin és dízelautóknak a számát, és ugyanakkor bizonyos importok, importcikkekre kapcsolatosan szintén alkalmazni kell az úgynevezett karbonadót. Igen, mert ez rendkívül fontos, hiszen az ipari termelés is csökken ezáltal, és valahogy elő kell segíteni a gazdasági növekedést, hiszen ez az alapja a jóléti államoknak nyilvánvaló, ami aztán a később nyilván munkahelyeket teremt, meg egészségügyi környezeti előnyöket is. Viszont ezt rendkívül nehéz megvalósítani. Tehát a globális versenyképességhez nyilván hozzájárulnak ezek az intézkedések, de azt gondolom, hogy az éghajlatváltozás az egy lassabb folyamat. Egyrészt lassabb folyamat, másrészt pedig vannak nagyon komoly tudományos kutatók, akiknek a tevékenysége mögött már egy jelentős tudományos kutatás és tudományos eredmények léteznek, akik nem értenek egyet evel a szén-dioxid kibocsátásának a kizárólagossággal, és bizonyított tények alapján felsorolják még azokat a tényezőket is, amelyek ezekhez a klímaváltozásokhoz, szárazsághoz, vihar, stb., ami az előbb felsorolásra kerül, szerepet játszanak. Mert hogyha visszaemlékszünk, mikor a klímaváltozások elkezdődtek, azok először megváltoztak a tengerek és óceánok áramlásának az irányai, például a Golf-áramlat. Másrészt pedig a szárazföldi szeleknek, tehát az ázsiai, közép-ázsiai, európai, dél-európai földrészen a délkeletről északnyugat felé áramló szelek, illetve az északkeletről délnyugat felé áramló szeleknek a mennyisége, a ciklusossága megváltozott, aminek szintén negatív hatása volt. Bizonyítékok is vannak arra vonatkozóan, hogy a szén-monoxid növekedésének az oka elsősorban a vízgőzök környezeti hatásában keresendő, másrészt pedig vannak úgynevezett a bogókozi térben olyan kozmológiai folyamatok, ezek a gázokkal kapcsolatos vegyi folyamatok, amelyek szintén ezeket a változásokat előidézik, és egy nagyon fontos bizonyított tényező a nap sugárzási tevékenységének az aktivitása, hiszen hogyha ez intenzívebbé válik a napsugárzás, akkor az rögtön napok alatt egy 0,7 Celsius fokus változást jelent a légkörben, akár pozitív, akár negatív irányba. Tehát ezek a tényezők együtt okoznák azokat a változásokat, amelyekről beszélünk. És a másik fontos dolog, hogy ez akkor válik érdekessé mindez, amit elmondunk, hogyha tudjuk azt, hogy a világ összén-dioxid kibocsátásának a mennyiségében Európa csak 7,8%-kal szerepel. Másrészt ugye a szén-monoxid kibocsátást nagyon nehéz uralni, hiszen a föld lakosságának a növekedésével, a demográfiai mutatók növekedésével elsősorban a úgynevezett, ahogy régebb mondtuk, harmadik világ országaiban a termelési igények is élelmiszer, stb. Növekedni fognak. Ennek következtében a fosszilis energiákkal, szén, kőolaj, gázzal előállított energiának a csökkentése nehezen elérhető. Úgyhogy ez megint egy elég súlyos problémát jelent, és itt egyrészt miközben a szén-dioxid emisszió csökkentésére koncentrálunk, azt is figyelembe kell venni, hogy mind a mellett, hogy az atomenergiának a hasznosságáról is viták vannak olyan országok, például Franciaország, akik az elektromos áramuknak nagy részét így állítják elő, a másik végén pedig Németország, ahol már a pillanatnyilag csak 3 atomerőmű működik, de vita van arról, hogy nem kellene az orosz-ukrán háború miatt is előálló energia hiányoknak a hiányuk miatt ezeket az atomerőműveket elindítani.
Úgyhogy nagyon nehéz ezeket a dolgokat megvalósítani, és a másik, hogy a változásokra, a környezeti, természeti változásokra fel is kéne készülni. Ez elsősorban mezőgazdasági jellegű dolog, tehát fel kéne érinti a vízgazdálkodást, tehát az ivóvízzel való ellátást, a mezőgazdasági öntözővízzel való ellátást, és a növény nemesítés oldalát is érinti. Például a szárazság tűrő növényeknek, elsősorban gabonáknak a kifejlesztésével, termelésével. És még egy dolgot ne felejtsünk el, az, hogy tulajdonképpen a széndioxid az egy olyan vegyület, ami a természet és a minket környező világ alapvető alkotó eleme. Tehát tulajdonképpen a szerves anyagok is szénláncolatoknak az alapjaiból áll, amelyhez különböző molekulák, atomok, oxigén is kapcsolódnak. Visszaemlékszünk mindnyájan, mikor középiskolában vagy egyetemen a fotoszintézisről hallottunk, ugye, ami széndioxidot használnak fel a növények, és nem csak oxigén kibocsátással jár, hanem olyan szerves anyagok képződését segíti elő, ami nélkülözhetetlen a fennmaradásunk és a mindennapi életünk számára. Nos, hát itt a beszélgetésünk ennek a részének a végén azért az mindenképpen fontos számunkra, hogy a 2027-es uniós költségvetési időszakra vonatkozóan az új generáció projekt jóváhagyásával az összes kiadás legalább 30%-a az éghajlattal kapcsolatos projektekre irányul. Ez jó hír. Így van, és ezt meg is szavazta az Európai Parlament. Ezt megszavazta a parlament, úgyhogy tehát reménykedhetünk. Így van. És mondhatjuk azt is játékosan, hogy hozd már uram az esőt, mert azért annál fontosabb nincsen. Viszont kell, hogy beszéljünk arról a válságról, hogy eszkalálódott az orosz-ukrán háború, úgy tűnik, és hát ez itt van a szomszédunkban. Számtalan vita alakult ki, tehát most hagyjuk a politikai vitákat ennek kapcsán, viszont azért azt is látjuk, hogy egyre durvább ez a történet, annál is inkább, mert hogy a villámháború elvét, amelynek mentén elindult ez az orosz megszállás, hát azt fel kellett adni a Putyinnak is, és hát nem csak Kárpátalja, hanem egész Ukrajna megszenvedi most ezt az időszakot, beleértve a szomszédos országokat is, hiszen számtalan vita alakult ki annak kapcsán, hogy milyen segítséget kell nyújtanunk a Ukrajnának. Te miként vélekedsz a jelenlegi helyzetről, eltekintve mondom a politikai vitától? Nagyon-nagyon szomorú vagyok, és egyben nagyon-nagyon aggodalmas, ugyanis nem gondoltuk azt, hogy a 90-es évek elején a jugoszláv polgárháború után egy nagyobb kiterjedésű világviszonylatban különböző gazdasági, katonai és egyéb konfliktusokat okozó háborúra még sor kerül. Mert mindig a háborúnál a tárgyalásos alapon működő békés egymás mellett élés az mindig jobb és eredményre vezetett, és megértésre, együttműködéshez vezetett. Ez az egyik. A másik nagyon fontos dolog az, és nagyon sok aggodalommal tölt el mindenkit, hogy ez a hazánk keleti határainak a szomszédságában van egy olyan országban, ahol 100 éve élnek magyarok Kárpátalján. Ami örvendetes, és amit csodálattal nézek azt, hogy az ország egyebbenként fogott össze, és akik Magyarország területére, a lakosság arányosan a legtöbb háborús menekült Magyarországra érkezett, több mint 500 000 ember, és mindenki, legyen az magyar, ukrán, vagy más nemzetiségű, mindenki megfelelő ellátásban, szállásban részesül, és mindenkit adminisztratív tanácsadással és a megfelelő ehhez szükséges papíroknak a készhezvételével is segítenek. Ez az egyik dolog, ami most az elmúlt 24-48 órában történt, az pozitív fejlemény, és pedig az, hogy az utolsó hivatalos isztambuli orosz-ukrán tárgyalások után, tehát egyrészt kijelentette az ukrán elnök azt, hogy nem zárkózik el a semlegességtől, és lemond a NATO-ba való belépésről is.
és cserében Oroszország kijelentette azt, hogy nagy mértékben csökkenti a katonai aktivitását Ukrajna területén, főleg a főváros Kijev környezetében. Ezt én nagyon jó jelnek tartom. A villámháborús terv, mint amilyen volt Krimbe és más helyeken, az nem vezetett sikerre. Minden esetre azt valóban én is úgy látom, hogy itt a Magyarország mindig is a nyugati és a keleti kereszténység között mindig érdekeknek az ütköző zónája volt, és soha semmilyenféle harci cselekvény vagy háború nem a magyarok érdekében és nem a magyarok miatt történt. Tehát a történelmi tapasztalataink, a régebbi és a közelmúlti történelmi tapasztalataink azt diktálják, hogy valóban ebből a lakosság és a Kárpát-medencei magyarság érdekében ebből a háborúból Magyarországnak ki kell maradnia. Történjék így, én azt gondolom, hogy aggodalommal várjuk a további történéseket, mert ez még, tehát nem lett belőle villámháború. Nos, viszont még maradt annyi időnk, hogy röviden essék szó a futballválogatott elmúlt két mérkőzéséről, hiszen készülünk a nagyok ellen, ha úgy tetszik, egy nagy sorozat előtt áll a Rossi gárda, viszont most Szerbia és Észak-Írország ellen megmutatkozhatottak az erényeink, illetve az is, hogy miben vagyunk még elmaradva az európai középmezény elejétől, ha úgy tetszik. Te hogy láttad ezeket a meccseket? Én úgy láttam, hogy mind a természetesen figyelemmel követtem és megnéztem mind a két mérkőzést. Úgy láttam, mintha a szerbek elleni, a vereség ellenére is egy összehangoltabb, olajozottabban működő válogatottat láthattunk, mint most utoljára az északírek ellen. Talán ez a felállítások közötti különbségnek is tulajdonítható, és a hiányzóknak is, illetve voltak olyan játékosok, akik az utóbbi időben kevesebb lehetőséget kapnak, miután edzőváltás volt, például a Leipzignál Szoboszlai keveset játszik, és ez nagyon érződött a játékán. De én úgy gondolom, hogy mások meg sérültek voltak. Úgyhogy, de én úgy gondolom, hogy mégiscsak ennek a csapatnak olyan játékos állománya van, hogy bizalommal nézhetünk az úgynevezett nagyok elleni mérkőzésekre. Ráadásul Rossinak vannak is elképzelései, annak pedig külön örülhetünk, hogy Dibusz Dénes, aki Gulácsi miatt nyilván kevesebbet védett az elmúlt időszakban a nemzeti csapatban, de most bizonyította, hogy igen, rendelkezünk két klasszis csapattal, és gyaníthatóan, ha Szalai Attila felépül, illetve feláll az a védelmi tengely, amit elképzelt magának, tehát itt ez a Botka Orbán Szalai védelmi tengely és Szoboszlai visszatér, mert azért a játékhiány természetesen látszik, hiszen Sallai Rolandi teljesítményére nem panaszkodhatunk, ő szárnyal a Freiburgban is, és hát majd meglátjuk, hogy mi lesz a másik Szalaival, Ádámmal, mert ugye hát ők a tengely mindenképpen. Viszont annak örülhetünk, hogy az újoncok helyek közel úgy mutatkoztak be, hogy igenis szeretnék bizonyítani, hogy helyük van a nemzeti csapatban. Igen, ez így van, és még egy nagyon rövid hír, hogy ugye Szalai most a Bázelhez, Szalai Ádám került, nagyon volt négy mérkőzése, ahol négy gólt rúgott, és Bázelből hívtak fel régi barátaim, akik azt mondták, hogy ez minden mérkőzésen ott vannak, hogy kiválóan játszott, és egy kiváló játékos, és mikor megkérdezték, hogy mióta hány válogatottság, mióta játszik, mióta van a magyar futballterénumán, és meghallották, hogy hát nagyon rég és 34 éves, azt nem akarták elhinni, úgyhogy kiváló formában van Bázelben, és nagyon jól játszik, eredményesen szurkoljunk, hogy ez így maradjon, és ne sérüljön meg. Nos, én köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én azt hiszem, hogy ezek fontos témák. Folytatjuk természetesen. Kedves nézőik, ezt önöknek is ígérem, hogy ezt a beszélgetés sorozatot folytatjuk Lukács Józseffel. Addig is köszönöm figyelmüket, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra.